Újabb idegörlő csatán vagyunk túl itt az All-Star évadban, az Exatlonban. Ugye eldőlt a végjátékot követően, hogy a bajnokcsapatból fog majd két fiú párbajozni, és mivel Daninek volt ugye a legjobb statisztikája, ezért egyértelmű volt, hogy Krisztián és Zozó fog majd egymással összecsapni. És hát végül a párbaj során Krisztián tudott győzni, ez pedig azt jelenti, hogy Zozónak véget ért a játék. Nagyon mosolyogtál ott a végén, amikor eldőlt, hogy Krisztián behúzza ott azt az utolsó pontot. Ez csak kívülre szólt, vagy mi volt ott legbelül abban a pillanatban? Nem, tehát nem játszottam meg magamat azzal, hogy most akkor mosolyogtam. Csak furcsa, hogy egy vesztes párbaj után mégis jókedvűnek tűntél, vagy legalábbis felszabadultál. Igen, a kedvenc pályámon, a kedvenc két ügyességi feladatommal futhattam ennyit, és én nagyon jól éreztem magamat, tehát én úgy gondolom, hogy megpróbáltam mindent beladni, sajnos ez nem lett elég, de ettől függetlenül nagyon jól éreztem magamat, és én mindent megtettem végig a játékban, hogy ahány bajnokot csak tudok bejutassunk, hogy ahány bajnokot csak tudunk bejutassunk az egyéni szakaszba, és hogy a végén két piros játékos emelje fel a kupát. Igazából van 40% esélyünk erre, szóval az egész jó. Az jobb, mint a tavalyi évadban volt.